2022-ben ez a videó több nyelven is terjedni kezdett azzal a hamis állítással, hogy a felvételen uniós politikusok ünneplik a fizetésüket, miközben az európai polgároknak rekord energiárakkal kell szembenézniük. De a videón valójában azt látni, hogy egy zenekar játszik az Európa Tanács parlamenti közgyűlés előtt. Az Európa Tanács egy az Uniótól teljesen független intézmény. Az Európai Tanácsot és az Európa Tanácsot rendszeresen összekeverik az interneten. És az Európa Tanács állásfoglalásait tévesen úgy állítják be, mintha azok az unió törvényei vagy rendeletei lennének. Az Európa Tanácsnak közel kétszer annyi tagja van, mint az EU-nak, és még az unió előtt alakult. Kijelölt célja az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság fenntartása Európában. Jogilag kötelező érvényű törvények elfogadására nincs hatásköre. Az Európai Tanács ellenben az EU fontos intézménye. A tanács határozza meg az EU politikai irányvonalát és prioritásait. Székhelye Brüsszelben van.